Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, a mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, apostoli köszöntéssel és nagy szeretettel gyűltünk össze, és kezdjük meg a Szentmisét itt Gazdagréten, hogy megünnepeljük minden szentek napját, örök hazánknak polgárait köszöntsük, akiknek sorába mi is szeretnénk belépni, nyomukban járni. Szeretnénk életünket arra a végső célra irányítani, amelyet itt a szentélyben, a művészi ábrázolású mozaikon az aranytér jelképez. Egy hasadék támadt az apszisban, az Úr házában, melyen keresztül ráláthatunk arra az aranytérre, amely az örök dicsőségnek jelképe és örök hazánknak ábrázolása. Ebbe az irányba haladunk itt a Földön, ez a mi végső célunk, hogy eljussunk a mennyei dicsőségbe az Úr színe látására. Ma azokra gondolunk, akik már célba érkeztek, bizonyára ott vannak köztük szeretteink is, legalábbis szép számmal, reményeink szerint. És azokért is imádkozunk és engesztelünk a mai naptól kezdve, 30 napon át, akik a szenvedő egyház tagjai, halottaink, akik még nem juthattak el a dicsőség hazájába. A mai szentmisét a 30 napos mise sorozat első alkalmaként minden elhunyt szerettünkért fölajánlunk. Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy a televízió kedves nézőivel együtt méltóképpen ünnepelhessük itt Gazdagréten is az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én védkem, én igen nagy védkem, kérem azért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Hirgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Dicsőség a magasságban Istennel. Dicsőség a magasságban Istennel.
könyörögjünk. Mindenható örök Isten, Te megadtad, hogy egy napon ünnepeljük minden szented dicsőségét. Kérünk, hogy sokszoros közben járásukra bőven elárazd reánk nagy irgalmadat, a mi Urunk Jézus Krisztus, a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Olvasmány a Jelenések könyvéből. Én, János, láttam, hogy napkelet felől egy másik angyal száll fel. Nála volt az élő Isten pecsétje. Hangos szóval így kiáltott a négy angyalnak, akiknek hatalmuk volt arra, hogy ártsanak a földnek és a tengernek. Ne ártsatok se a földnek, se a tengernek, se a fáknak, míg meg nem jelöljük homlokukon Istenünk szolgáit. Ekkor hallottam a megjelöltek számát. 144 000 voltak Izrael fiainak minden törzséből. Ezután akkora sereget láttam, hogy meg sem lehetett számlálni. Minden nemzetből és törzsből, népből és nyelvből álltak ott a trón és a bárány előtt. Fehér ruhában voltak, a kezükben pálmaággal. Hangos szóval kiáltották: üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. Az angyalok mind a trón, a vének és a négy élőlény körül álltak. Arcra borultak a trón előtt, és imádták az Istent. Amen. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő, ami Istenünknek, örökkön örökké. Amen. Ekkor a vének közül az egyik megszólított, és megkérdezte tőlem: kik ezek a fehér ruhások, és honnan jöttek? Ezt feleltem: te tudod, Uram. Erre ő azt mondta: ezek a nagy szorongattatásból jöttek. Ruhájukat fehérre mosták a bárány vérében. Ez az Isten igéje. Szeretteim, nézzétek, mekkora szeretettel van irántunk az Atya. Isten gyermekeinek hívnak minket, és azok is vagyunk. A világ azért nem ismert minket, mert őt sem ismeri. Szeretteim, most Isten gyermekei vagyunk,
de hogy mik leszünk, az még nem nyilvánvaló. Azt tudjuk, hogy ha ő megjelenik, hasonlók leszünk hozzá, mert látni fogjuk őt úgy, amint van. És mindenki, aki benne reménykedik, szenté lesz, ahogyan szent ő maga is. Ez az Isten igéje. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus látva a tömeget, fölment a hegyre, leült, tanítványai pedig köréje gyűltek. Akkor szólásra nyitotta ajkát, és így tanította őket. Boldogok a lélekben szegények, mert övék a mennyek országa. Boldogok, akik sírnak, mert ők vigasztalást nyernek. Boldogok a szelídek, mert ők öröklik a földet. Boldogok, akik éhezik és szomjazzák az igazságot, mert ők kielégítést nyernek. Boldogok az irgalmasok, mert nekik is irgalmaznak. Boldogok a tiszta szívűek, mert ők meglátják Istent. Boldogok a békességszerzők, mert őket Isten fiainak fogják hívni. Boldogok, akiket üldöznek az igazságért, mert övék a mennyek országa. Boldogok vagytok, ha miattam gyaláznak titeket és üldöznek, ha hazudozva mindenféle gonoszsággal vádolnak titeket. Örüljetek és ujjongjatok, mert nagy lesz a ti jutalmatok az égben. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, itt Gazdagréten és a televíziók mellett. Pünkösd vasárnapján megtréfáltalak benneteket egy olyan bejelentéssel, mely részben igaz is volt, másrészt azonban füllentésnek bizonyult. A felállványozott szentélyből már szépen körvonalazódott előtünk a csodálatos mozaik, megjelent a központi oltárkép, és egy nagy vörös folt volt látható,
amelyről azt mondtam tréfásan, ilyen lesz a szentély, és ez a nagy piros folt a pünkösdi tüzet, a szeretet lángját jelképezi. Ez a nagy piros színű folt azonban csak alapozó festék volt. Alapozó festék a leendő aranyfelület számára, hiszen erre került föl az aranylemezekről az a csodálatos díszítés, amely most is látható, amelynek különleges üzenete van számunkra, és úgy gondolom, hogy ez az üzenet éppen a mai ünnepünkön lett aktuálissá, kötelez bennünket arra, hogy eltűnődjünk rajta, hogy próbáljuk életünk, a keresztény mi voltunk lényegét így módon átgondolni. Az ikonográfiában az aranyszín, az ikonokon mindig a természet fölöttinek, Isten világának, az ő dicsőségének, a mennyországnak a színe, jelképe, a szentek az örökké valóságban vannak, az Úr színe látásának örvendenek, és hogyha csak egy-egy dicsőség koszorút rajzolunk is fejük köré, ahogyan ábrázolni szoktuk szentjeinket, akkor ez a glória is, ami éppen azt jelenti, hogy dicsőség, ez is aranyszínű, Isten világának a színe. Márkó Iván Rupnik atya, amikor elmagyarázta templomunk szentélyének mozaikjait, ezek üzenetét, akkor különös hangsúlyt fektetett arra, hogy itt az apszisban hasadéktátunk, egy olyan betekintési lehetőség, amellyel mi már az örökké valóságot szemlélhetjük. Sokan fájlalják, hogy azt a 9 üvegablakot befalasztuk, amely korábban ékesítette a szentélyünket, amelyen keresztül ezt a világot, a környéknek panorámáját szemlélhettük. A templomnak azonban, és a szentélynek éppen az a legfőbb üzenete, hogy a mennyországra irányítsa a figyelmet, hogy mi elégedjünk meg azzal a hasadékkal, amelyen keresztül az aranytérre tekinthetünk. Az az aranytér, amelynek középpontjában ott van a világ ítélő Krisztus, az út, az igazság és az élet, aki jelzi számunkra, hogy Isten a szeretet, és a szeretet útján eljuthatunk erre az aranytérre. Mindannyiunkat hív, mindannyiunk számára felhívást intéz mindannyiunkhoz. Annak felhívását, hogy a mi hazánk a mennyben van, hogy mi erre az aranytérre vagyunk hivatalosak. Ott van a szűzanya, megdicsült égi édesanyánk, ott van keresztelő Szent János, akinél nem támadt nagyobb az asszonyok szülöttei között, de a mennyek országában a legkisebb is nagyobb nála, mert ennek az aranytérnek az értéke mindent felülmúl, a köztünk lévő mennyek országa és a majd kiteljesedő Isten országa, a mennyország a legnagyobb boldogságot adja, Isten színe látásának örömét. Az aranytérről a Jelenések könyvében olvashatunk, ma is hallottunk egy fontos üzenetet az első olvasmányban, az üdvözültek közösségéről, mely vágyat ébreszt a mi szívünkben is, hogy közéjük tartozzunk. És leírja a Jelenések könyve a mennyei Jeruzsálemet, megrajzolja előttünk azt a fényességet, amelynek egyetlen tündöklő forrása a bárány, az üdvözítő Krisztus,
mert az Úr ragyog be mindent. Ott nem lesz szükség napra, holdra, csillagokra, égi testekre, lámpásokra, mert mindent Isten dicsősége tölt be. És a mennyei Jeruzsálem utcái színaranyból vannak, vagyis tündöklő fényesség borít be mindent, és nem lesz többé éjszaka, nem szorulunk rá sem a lámpa fényére, sem a napvilágra. Amennyiben emberi életünkben a fény, a világosság, a napsütés örömet jelent számunkra, akkor ennek fokozottabb élményét képzelhetjük el magunkban a mennyei boldogságra vonatkozóan. Minden szentek ünnepe erre az aranytérre, erre a fényességre hívja fel a figyelmünket, amit nem csak elhunyt szeretteinknek kívánunk, amikor azt mondjuk, hogy az örök világosság fényeskedjék nekik, hanem mindannyiunknak kívánjuk. Ez az ünnep valójában templom szentelési eseményhez kapcsolódik. A bizánci császártól Bonifác pápa, harmadik Bonifác megkapta Rómában a pogány istenségek templomát, amelyet 609. május 13-án felszentelt a szűzanya és az összes szent vértanú tiszteletére. Egy évszázaddal később ez a pogány templom, ami immár keresztényé vált, üzenetében még gazdagabbá lett, és hirdeti azt, hogy a szűzanya mellett ott vannak a szent apostolok, a vértanúk, a hitvallók, és a névtelen célba érkezettek is, akiket egy szóval minden szentekként tisztelünk. És aztán a 800-as években, 9. Gergely pápa idejében átkerült ennek a templomnak ünnepe, illetve a minden szentek megünneplésének dátuma november 1-jére. És ettől kezdve ezen a napon gondolunk az aranytérnél levőkre, a mennyei dicsőség fényében élőkre, a dicsőséges egyház tagjaira. Jóval több azonban ennek a napnak az üzenete, mint hogy sikerült keresztényé tenni egy pogány szentélyt, ahol a pogány istenségeket tisztelték azelőtt, és immár az összes pogány istenség helyett mi az összes szentet tisztelhetjük. A mi örök hazánkra tekintünk ezen az ünnepen, és ennek az ünnepnek vágyat kell ébresztenie a szívünkben, hogy mi is akarjunk eljutni ebbe a fényességbe. Egyéb kultuszok is és szokások is megelevenednek ezekben a napokban, amelyekkel személyesen én nem értek egyet. Az angol száz kultúrából ide származott Halloween szokásoknak, amelyeket próbálnak most már itt Magyarországon is meghonosítani. Azért nem értek egyet ezzel, mert a keresztény gondolkodás szelíden igyekezett keresztényé tenni pogány ünnepeket. Erről tettem említést éppen a Minden Szentek napjával kapcsolatban is, de tudjuk, hogy így volt ez a karácsony, a vízkereszt esetében is. És immár a mai kornak kultúrája, vagy talán inkább üzletpolitikája arra törekszik, hogy pogány kultuszokat elevenítsen fel, és azokból inkább üzleti lehetőségeket fabrikáljon, újabb fogyasztói lehetőségeket,
és olyan hagyományokat, amelyek egyrészt babonás félelmekre utalnak, illetve azoknak felelevenítésére, pogány kultuszokra, és ugyanakkor vidám karnevárszerű mulatságokra. Amikor ezekről a szokásokról, hagyományokról olvastam, természetesen a legfőbb forrás manapság az internet, akkor egy olyan megjegyzést is megfigyeltem, illetve felfedeztem, amely egy sorba helyezte a Mindenszentek ünnepét és a halottak napját, és a megjegyzés az volt, hogy a szomorúsággal teli ünnepek előtt próbálják ezek a hagyományok feloldani a szomorúságot, mulatságos, vidám, karnevárszelő jellegű ünnepekkel. Egyáltalán nem érthetünk egyet ezzel a jelzővel, hogy szomorúságot ébresztő ünnepek végképp nem a Mindenszentek napjára érvényes ez a megjegyzés vagy a jelző, de számunkra még a halottak napja sem, vagy a november hónap, amely mindvégig a halottak hónapja számunkra, nem a szomorúságról szól. Ha szembe helyezzük a mai elmélkedésünk első gondolatait az utóbbiakkal, akkor mi nem érezhetjük magunkat, és nem tudhatjuk magunkat szomorúnak, amikor az isteni boldogságra, a mi mennyei hazánkra tekintünk, azon a hasadékon keresztül, amit ezek az ünnepek jelentenek számunkra. Éppen ez a mai ünnep, amikor is a Mindenszentek dicsőségét és örök boldogságát szemlélhetjük. Próbáljuk megőrizni ünnepeink igazi tartalmát és üzenetét. Próbáljunk úgy ünnepelni, és aztán úgy emlékezni az elhunytakra, halottainkra, az elhunyt hősökre néhány nap múlva, hogy mindez a mennyei dicsőség fényébe helyezze az emlékezést, mert élőkre, célba érkezettekre, vagy legalábbis a cél előtt állókra tekintünk, akiknek mi is a nyomába eredünk, és földi életünk útját, úgy szeretnénk bejárni, hogy eljussunk az aranytérre, az isteni dicsőségbe. Legyen ez számunkra Mindenszentek ünnepének legfőbb üzenete. A mi hazánk a mennyben van, és onnan várjuk az üdvözítőt, aki viszont vár bennünket a mi hazánkba, a mennyekbe, az atyai házba, aki majd egykor átalakítja a mi gyarló testünket, hasonlóvá teszi a feltámadásban az ő megdicsült testéhez, hogy az arany térben, a mennyei Jeruzsálem ragyogásában, Isten színelátásában örökké együtt lehessünk az Úrral, és egymással is célba érkezett szeretteinkkel. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek, minden láthatónak és láthatatlannak teremtőjében. Hiszek az egy Úrban, Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az Atyától született az idő kezdete előtt, Isten az Istentől, világosság a világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől. Született, de nem teremtmény, az Atyával egy lélek, és is minden által lett. Értünk emberekért, a mi üdvösségünkért, leszállott a mennyből, megtestesült a Szentlélek erejéből, Szűz Máriától és emberré lett. Koncius Pilátus alatt értünk keresztre feszítették, kínhalált szenvedett és eltemették. Harmadnapra föltámadott az írások szerint, föltent a mennybe, ott ül az Atyának jobbján,
de újra eljött dicsőségben, ítélni élőket és holtakat, és Krisztus magának nem lesz vége. Hiszek a Szent Lélekben, Úrban és értetőkben, aki az Atyától és a Fiútól származik, akit épp úgy imádunk és dicsőítünk, mint az Atyát és a Fiút. Ő szólt a proféták szavával. Hiszek az egy szent, katolikus és apostoli a Szent Egyházat. Hallom az egyességet, a bűnök bocsánatát, várom a holtak föltámadását és az eljövendő örök életet. Amen. Imádkozzunk, kedves testvéreim, mennyei Atyánkhoz a mai szép ünnepen, és kérjük Isten minden szentjét is, hogy közbenjárásukkal támogassák könyörgésünket. Add, Urunk, hogy néped szentjeit példájára minden erejével építse a te országodat. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy a népek vezetői kitartóan fáradozzanak a rájuk bizottak földi boldogulásáért és békéért. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy a szentek hősies példája lelkesítse híveidet, és irányítsa őket az életszentség útjára. Kérünk téged, hallgass meg minket! Add, Urunk, hogy a szentek közbenjárása segítse szenvedő, beteg és gondokkal küzdő embertársainkat. Kérünk téged, hallgass meg minket! S végül engedd, hogy meghalt testvéreinkkel együtt mi is részesüljünk a szentek dicsőségében. Kérünk téged, hallgass meg minket! Urunk Istenünk, te mindannyiunkat meghívtál szentjeid közé. Add kegyelmedet, hogy az ő útjukat járjuk a földön, és társaságukban elnyerjük a boldog örökké valóságot, Krisztus, a mi Urunk által. Néked mondta föld, termésít és az ember munkat jelentsen. Meg lesz számunkra az élet kenyere, meg ott legyen az Isten. A bor és a víz titkától részesül ennek Istenségében, hogy kegyesen részesenek emberségünknek. Magad hagyom a mindenség Istenet, mert a te bőkezőségedből kaptuk a bort. Felajánljuk nélkül, mint a szörnyőtő termését, és az emberi munka gyümölcsét. Ebből lesz számunkra a lélek utal. Alázatos lélekkel és feredelmes szívvel kérünk, Urunk Istenünk, fogadj el minket, legyen kedves szívvel. Thank you.
testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Urunk Istenünk, fogad tetszéssel áldozati adományainkat, amelyeket minden szentet tiszteletére felajánlunk. Hisszük, hogy ők már eljutottak a boldog halhatatlanságba. Engedd éreznünk, hogy közben járnak üdvösségünkért, Krisztus, a mi Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges Atyánk, mindenható örök Isten. Mert a te jóságodból ünnepeljük a mai napon a dicsőség városát, a mennyei Jeruzsálemet, mely anyánk és végső célunk, hol megdicsült testvéreink kórusa, mindörökké magasztalt téged. Mi valamennyien, akik a hitfényében a földi élet zarándok útját járjuk, nagy buzgósággal törekszünk-e szent városba, és örvendünk, hogy az egyház tagjait ilyen dicsőség várta, s hogy gyarló ember voltunknak a szentekben adtál pártfogót és példaképet. És ezért velük és az angyalok ünneplő kórusával együtt magasztalunk téged és hangos szóval zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked Istenünk az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk.
Viselt szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, elhunyt szeretteinkről, jótevőinkről, akikért a 30 napos novemberi szentmiséinket fölajánljuk, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból, ott, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség, mind örökkön örökké. Üdvözítőnk parancsára és isteni tanítása szerint így imádkozunk. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Köszöntsétek egymást a béke jelével. Legyen békesség köztünk Thank you.
az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akiket meghív asztalához, Jézus, az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomba jöjj, hanem csak egy szóval mondok, és megjön az élet. Krisztus teste és vére. A Szentmisén, áldozzál legalább szívedben és lelkedben égő vágyakozással egyesülve az üdvözítő, életadó testével. Szalézi Szent Ferenc. Jézusom, Istenem, hiszem, hogy irántam való szeretetből szenvedtél és meghaltál a keresztfán. Hiszem, hogy az oltári szentségben jelen vagy, mert te mondtad, aki örökké igaz mondod. Jézusom, Istenem, mindennél jobban szeretlek. Teljes szívemből és minden erőmből szeretlek, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Irántad való szeretetből szánom és bánom, hogy megváltottam, de többé nem létezni. Inkább meg akarok halni, mint létezni. Utánad vágyódik a lelkem. Jöjj, Jézusom! Jöjj szívembe, és maradj benne. Átkorolom, mintha valóban benne vagyok. Örök hála jóságodat. Thank you.
Könyörögjünk, mindenható Istenünk, a te végtelen szentségedet csodáljuk és tiszteljük minden szentedben. Add kegyelmedet, hogy szenté legyünk szereteted teljességében, és innét a földi zarándokok asztalától eljussunk a mennyei haza lakomájára, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a mai nappal megkezdtük a 30 napos mise sorozatot elhunyt szeretteinkért. Szeretteink neveit elhelyeztük itt az oltáron, az áldozat asztalán. Ez jelképe annak, hogy imáinkkal a Jóistennek ajánljuk őket, és kifejezésre juttatjuk azt a hitünket, hogy élő közösségben vagyunk mindazokkal, akiket szeretünk, akik előre mentek, akik meghaltak földi értelemben, de halhatatlan lelkükben tovább élnek, várva a feltámadást, és mindnyájan várjuk a velük való találkozást. Ezt az élő hitet tartjuk ébren a lelkünkben, minden nap a halottakért felajánlott szentmisében. Van még lehetőség természetesen visszahozni a kitöltött misecédulákat a kedves média apostolainktól is. Visszavárjuk még ezeket. A Jóisten előtt nyilvánvaló mindazoknak személye, azoknak a nevei, akikért imádkozunk, még akkor is, hogyha éppen ilyen papírformában nem helyeztük ide az oltára, de legyen ez a szép jelkép, ami hitünknek közös kifejezése, a hitbeli egység megvallása, az örök élet és a feltámadás tekintetében. A mai nap délután a Farkasréti temető főbejáratánál a ravatalozók előtt ökumenikus, imádságos együttlét kezdődik elhunyt szeretteinkre, a halottakra emlékezve, a halottak esti ájtatosságra a szervezők mindenkit szeretettel várnak, magam is imádsággal közreműködöm az elmúlt évekhez hasonlóan ezen az ökumenikus szertartáson. 6 órakor pedig a Minden Szentek plébánia templomban a főbejárattal szemben lesz a búcsúi szentmise, amelyre Verőcei Gábor atya mindenkit nagy szeretettel hív és vár a templom búcsúja alkalmából. Ezen a héten lesz még egy esperes kerületi búcsú ünnepünk, a Szent Imre búcsú, melyet Szent Imre herceg ünnepének előestéjén, november 4-én este 7:45 kezdettel tartunk a Szent Imre városi Szent Imre plébánia templomban. Úr Zsolt Ipoly ciszterci atya ugyancsak szeretettel vár mindenkit a búcsús ünnepre. Holnap halottak napján délután 5 órakor tartjuk a szentmisét itt a nagy templomtérben. Kivételesen a szentmise előtt lesz a rózsafűzér, már ahogy szerdai napoktól eltérően, és a szentmisét követően pedig ájtatosságot végzünk lent az altemplomban, a kriptában, László atya és elhunyt szeretteink sírjánál, a halottak lelki üdvéért, elhunyt szeretteinkért. A Jóisten áldását kérjük most, mind a jelenlévőkre, mind pedig a televízió kedves nézőire, hogy a szentség törvényét kövessük, hogy szentek legyünk, miként az Úr szent, legyünk tökéletesek, amint mennyei atyánk tökéletes, hogy az ő színelátására jussunk. Így fogadjuk most az áldást. Az Úr legyen veletek! A mi Urunk Istenünk, aki szentjeinek dicsősége és újongó öröme,
Áldjon meg titeket örökké tartó áldásával ezen a szép ünnepen. Amen. A szentek közben járására szabadítson meg titeket a földi élet minden bajától. Életük jó példája oktasson és vezessen, hogy mindig készen álljatok Isten és embertársaink szolgálatára. Amen. Nyerjétek el az összes szentekkel együtt annak az örök hazának örömeit, amelynek lakói között gyermekeit örökké tartó békességben boldogan látja Anya Szent Egyházunk. Amen. És áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. A szent mise véget ért, menjetek békével. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket üzenetben. A sárgódhoz kísértés előtt végigoldalom. Esetleg én, parancsoljon neki az Isten, tekerítenél is tegyek kezére, a sárgát és a többi gonosz felelet, akik a lelkek szélyek körül járnak a világban, és felelőjére azt is vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom, szent szíve, ennek is bízom benne. Szűz Mária, kegyelmek anyja, Egyébként. Szent Pió atya, Egyébként. Magyarok szent őrangyala, mindnyájan szent angyalok, Egyébként. Istennek minden szentjei, Egyébként.